A COVID helyzet és az ukrán háború olyan helyzetet teremtett, melynek hatására át kellett gondolni a magyar agrárium és élelmiszerágazat jövőjét, mondta Nagy István agrárminiszter a bátaszéki Baromfi feldolgozó hűtőházának átadóján. A jövőt tekintve a terület stratégiai ágazattá vált. Úgy döntött a magyar kormány, hogy a versenyképesség javításunk érdekében, a helyi gazdaság erősítése érdekében, a vidéki megmaradás érdekében megháromszorozza azt a vidékfejlesztési forrást, amivel a beruházásokat lehet folytatni. Ez számszerűsítve 4265 milliárd forintot jelent a következő hét esztendőben, melynek jelentős hányada már idén lehívható lesz. Bátaszékés térsége jelentős kormányzati támogatásban részesült ebben a ciklusban, mondta Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor konkrétan Bátaszékre több mint 5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, ebből közel 2 milliárd forint az önkormányzathoz, illetve az intézményekhez, és mintegy közel 3 milliárd forint a vállalkozásokhoz. Hogyha figyelembe veszük azt, hogy a vállalkozásoknál jellemzően 50%-os támogatás volt, akkor a 3 milliárdszor 2 az 6, meg az önkormányzati, illetve a közszférában 2 az 8. Az elmúlt években 8 milliárd forint fejlesztés valósult meg Bátaszéken. A most átadott hűtőház létrehozását a piaci igényekkel tették életre, hiszen a fogyasztás változása miatt olyan helyzet alakult ki, mely csak így módon volt gazdaságosan kezelhető. A Baromfi feldolgozó üzem az ország legnagyobb ilyen profilú cége, mely jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiban is, mondta Bozsodik Robert bátaszék polgármestere. Ennek fejében a helyi önkormányzat az elmúlt 27 évben folyamatosan támogatta a céget fejlesztési elképzeléseiben. És lehetőségeinkhez mérten próbáltunk segítséget nyújtani mindig ahhoz, hogy ez a fejlődés ne torpadjon meg, sőt mindig egy lépéssel előre haladva legyen meg a lehetőség arra, hogy minél több munkahelyet tudjon létrehozni, minél több család számára tudjon megilletést adni. A most átadott 800 négyzetméteres hűtőház 468 millió forintba került, és 140 tonna fagyasztott áru tárolására lesz alkalmas. Az ünnepségen bejelentették, a fejlesztés következő szakaszára a kormány 500 millió forint támogatást nyújt.